Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy Matyi nevű legényke. Szegény özvegyasszony gyermeke volt. Siheder korba érve megelégelte az otthonülést. Fütyköst, ostort, tarisznyát kerített magának, édes szülője pedig hamuba sült pogácsát pakolt neki az útra. Matyi szépen elköszönt otthonról, és egy szem lúdjával, Rozival elindult szerencsét próbálni. Egy hét múlva esett a döbrögi vásár, arra felé vette az irányt. Nem sejtette, hogy hamarosan hajdúk állják az útját. Döbrögi nagyságos úr, hét határ félelmetes földes ura, vadászatot ígért a vármegye előkelőségeinek, amihez zsákmányállatra volt szüksége. Szétküldte hajdúit az erdőbe, hogy felhajtsák az áldozatot. Húszál már fel, estik a vadat! Na földre, fokorba, zöldbe! Lejtsd el a nyúl elől, dugd el jól magadat! Húszál már fel, estik a vadat! Mert mi vagyunk a hajdú, szolgálunk és védünk, a vadat felhajtjuk, csak urunkért élünk. Húszál, mászál, ne keres húsz okot, vadat a cső elé, ha tűnik lefelé. Az ura lelövik az összes túzokot. Kúszál, mászál, ne keres húsz okot. Mert mi vagyunk a hajdú, szolgálunk és védünk. A vadat felhajtjuk, csak urunkért élünk. Hajdúk észrevették Rozit, és mint ritka zsákmányt az uraság elé akarták vinni. Szaladtak a nyomába, igyekeztek elkapni, mert ha zsákmány nélkül mennek vissza, még a végén Döbrögi megnyúzza őket. El is kapták a ludat gazdástól. Na most megvan az anyád! Nem mozdulni, le van tartóztatva! Körülvettük a fát! Ellenállásnak semmi értelme! Vigyázzál útonnál! Két tudod egy csapásra. Ez aztán a nagy fogás. Mit akarnak? Mi nem csináltunk semmit. Fogágágágágás, hogy nem akarnak ezek ebédet csinálni mi belőlünk. Majd a böllérnek reklamáljatok. Sikít hozzá, te disznó. És alá viszünk még ma. De elég cső elé, te csíkosság. Luda, mi isten ezek a faragatlan húzaválók engem? Meg akarnak elni sokat a tekintség? Nézd már el a lábból, megágogják. Én nem csináltam semmit. Nem vagyok disznó. Persze, majd talán nyúl vagy, mi? Libovszki Matyi vagyok. Libovszki? Hát a meg milyen név van meg? Lengyel. De hát lúd! Milyen lúd? Látta itt valahol is egy árva ludat? Nem lúd, Libovszki. Hogy írod? Libovsky. Te! Ez tényleg lengyel! De közben meg mogyol! Hagyjad már, hát nem vagy te Gazinski. Lúdja van ír, a tudas taposzt jó van. Libovszki! Nem lúd. Azt majd mi eldöntjük, hogy mi Boszki. De ez tényleg nem lúd. Látom, hogy nem lúd. Hát de nem is disznó a disznó. Na de a más, az lúd. Látom, hogy lúd. Na de ő se disznó, te disznó. De ha ő a ludos, ő meg a lúd, akkor érted? Adod elő a ludra, te ludos. Milyen ludom? Hát ha nem megy az erőszak, akkor jön a szép szóval. Na szóval! Köszínét éteti! Döbrögi uraság ide vonatkozó az úr 1804. évében keletkezett úri székerejű 1804/223-as számú rendeletének a 8. paragrafus 14. bekezdésének értelmében minden nemű lábos... Lábos! Az, és lábatlan jószágot az uraság minden nemű függő és független jobbágya köteles urasági tulajdonba mindennemű felszólítás ellen és ellenére
A felszólítás meghallásától. Meghallásától? Attól számított 30 pillanaton belül. Egy, hőzöngés nélkül. Három. Azonnali hatályra látadni lévén, hogy azon az uraság, mint birtokos, korlátlanul rendelkezik. 9. Felebezésnek helye 11, nincsen. 29-30. Na innen azt a ludat, te suha! Engem hívhatnak akár ludasnak is, ha úgy akarnak. De én nekem csak ez az egy ludam van. És én azt Kentengnek át nem adom. De még a tekintetes Döbrögi uraságnak se. Ne primaszkodjon, bácseni! Nagy liba lett volna odaadni. Akkor semmi. Megveszünk. 4 rajcálért. Nem hiszem ám én el Kentengnek. Csak a saját szememmel látom. El ne adjál már, Kentengnek a gazdám. Aj, van eszembe libuskám. De agyatlan. Nyugodt sem. Te, ez nem hisz. Adjál neki 4 rajcát. Miért pont én? Adod a neki, úgyse veszünk meg. Az egész csak császövevény. Ja. Megveszem a ludatat 4 krajcárért! Nem. 6 krajcárért! Nem. 8 krajcárért! Mondom, hogy nem! Mondja, hogy nem, vagy nem volt elég világát, Ágos! Ha kérem, el az utolsó ajánlatom. Adjál neki még 2 krajcárt. Nekem nincs több! Odaadtam az utolsó 2-t! Te körök, adjál már kölcsön nekünk 2 krajcárt! Tessék! Ludam Isten! Hozi! Ha kérem! 10 krajcárért! Nem eladjuk! Hát ez nem adja! Kérném vissza a kölcsön! Adjál neki 2 krajcárt! Mondtam már, hogy nincs több! Utoljára az a kölcsön! Nesze! Tessék! Köszönöm tisztelettel, nagyságos hajdú ura! Hát akkor az Isten áldja önöket! Rozi pucolás! Megállni! Márpedig parancsba kaptuk, hogy állatot élve vagy halva, de vigyünk a vendégseregnek! És parancsot eddig még nem szektünk meg! Majd pont most fogunk! Mi? Szóval mégiscsak erőszak. Megáll, én kérem, ki nem állhatom az erőszakot. Fuss, repülj ki, merre lát. Majd otthon találkozunk. Megállni! Nem külön vágy!